A Budapest Bank társadalmi felelősségvállalási stratégiájában kiemelt helyen szerepel a pénzügyi kultúra fejlesztése, a közösségi értékek iránti elkötelezettség, a környezeti fenntarthatóság, valamint a szociálisan hátrányos helyzetűek támogatása. Hiszünk abban, hogy a gyerekek a jövője a társadalomnak, úgyhogy emiatt szeretnénk minél élhetőbb környezetet biztosítani, és egyeztettünk a bölcsöde vezetőjével, aki jelezte, hogy nagyon örülne annak a lehetőségnek, hogyha ezt támogatnánk. Arra külön büszke vagyok, hogy az egész fiók itt van és megjelent, tehát hogy nem csak a dolgozók, hanem akár a takarítónőnk is itt fest nagy örömmel. 2017 óta vagyok a Budapest Banknál, tehát volt szerencsénk akár térkövezést biztosítani egy másik bölcsödének, a Kalocsai Kórháznak például kötszereket biztosítottunk a gyerekosztálynak. Az önkéntességnek nagy hagyománya van a banknál, ennek jegyében rendezik meg a Törődés Napja programsorozatot már több mint két évtizede. Az akciók a gyermek és ifjúsági, valamint oktatási és egészségügyi intézmények támogatását, a helyi lakosok életkörülményeinek és környezetének javítását célozzák, és segítséget nyújtanak a különböző civil kezdeményezések megvalósulásához. Május 17-én Kiskörösön a szülők és a bank munkatársai közösen festették le a bölcsöde kerítését és kültéri játékait, hogy a gyerekek és az intézmény dolgozói számára még kellemesebbé tegyék a bölcsödei tartózkodást. 120 ezer forint támogatást kaptunk a banktól, és azt el is költöttük festékekre. Nem csak a kerítés lesz most lefestve, hanem a benti nagyon szép játékainknak a fa szerkezete eléggé megkopott, tehát azokat is szeretnénk átfesteni, korlátokat, meg a záró kis kerítéseket. Az udvar felújítást nagyon szeretnénk majd, de az önkormányzat júniusban befogadni egy pályázatot, amiben remélhetőleg az udvar felújítása is benne lesz, úgyhogy akkor már tényleg nagyon-nagyon szépek leszünk. Az intézményben szükség is volt a munkálatokra, hiszen 2011 óta nem volt lehetőség kültéri festésre. A bank önkéntesei idén tavasszal országszerte 18 helyszínen segítenek kétkezi fizikai munkával.